műsor címe 100 nap az esküvőig lesz. Ezt még nem töltöttük el, hogy ez a címe. A műsor címe... De nem az lesz, hogy 100 nap az esküvő körül? A műsor címe 100 nap az esküvő körül, nem jó. Nem jó. Rövidebb kell. Az utolsó 100 nap. Ú, ez valami. Még 100 nap. Innentől kezdve 100 nap. A műsor címe 100 nap. Hello, sziasztok, sziasztok! Sziasztok! Hello! Hello! De, szóval, most ez az első videónk, ami arról fog szólni, hogy összeírjuk azokat a dolgokat, amik a legfontosabbak az esküvőig, tehát hogy mik azok, amiket be kell szereznünk, vagy milyen dolgokat kell elintézni. Itt elsősorban a szolgáltatókra gondolunk. Ezekből fogunk nektek majd kisebb videókat csinálni, úgyhogy most úgy döntöttük, hogy Attilával megbeszéljük, hogy miket kell elintézzük. Egyesével kibontjuk őket. Felírtuk eddig már a DJ-t, lesz még itt tortakostolás, tortakészítés? Jól gondolom? Hát akkor írjuk fel a tortakészítés. Tehát mi azok a dolgok, amik... fogja elkészíteni az esküvői tortát. Nyilván az esküvőre nem, de egy jobban próba. Jobban jársz, mindenki. Egy próba süteményt, hogyan kész. Igazából mitől olyan nagyon drága egy esküvői torta? Tehát ezért beszéljünk már róla. Valóban azért drágább, mert mindenki erre hajt, hogy hú, akkor lovagoljuk meg az esküvőt, és akkor hát szolgáltatok, kérjünk sok pénzt érte. A fő kérdés az az, hogy mitől ilyen drága egy esküvői torta. És nem azért nevettem, mert ezt már felvettük egyszer, és újra kellett próbálni, hanem azért, mert ez egy nagy kérdés számunkra is. Ennek fogunk utána járni. Az első részben. Na, ez gáz. Dekoráció. Az is olyan dolog, nem, hogyha valaki kreatív és ügyes, akkor ő simán el tudja magának készíteni az esküvői dekorációt. Jó, de hát ez mennyi időt vesz igénybe? Ennek is járjunk utána, hogy egy esküvői dekoráció nem ugyanolyan, mint hogyha a szobának a... Az esküvői dekoráció ez nem olyan, hogy mint hogyha otthon a szobát díszítenéd fel. Itt azért 10-20 asztalt föl szoktak díszíteni az emberek. Jó, de most már nagyon tök jó kis praktikák vannak. Rusztikus, romantikus, vintage-es, modern. Van tematikus esküvő is. Mit olyan horrorisztikus témák vannak. Hát az alapból egy horrorisztikus esemény lehet sok férj számára. Próbavacsora. Elviszünk titeket a próbavacsorára is. Ha minden igaz, a tanúkat fogjuk magunkkal vinni erre az eseményre. Emellett lesz még gyűrűkészítés is, ne rölgjél magad. Elmenjünk egy ötvöshöz, aki megmutatja nekünk, hogy hogyan készül, hogyan kovácsolja az ilyen drágaságokat, az is gyűrűk urányában. Vezetés. VS anyakönyvvezető. Amúgy nagyon sokan nem tudják, hogy tulajdonképpen mit is jelent az, hogy szertartásvezető. Én sem tudtam. Utána jártam az interneten, és... Te nagyon ügyesen használsz az internetet, már nem először mondod, hogy az interneten sok minden van. Az interneten nagyon jól kell. Igen. Hát jól kell keresni. Tánc, oktatás. Elmegyünk a táncpróbákra, és na ez külön kaland lesz, mert én nem tudok táncolni. Enikő művésznő, lesz fiús tánc, közös tánc, elegáns tánc. Legyen tánc. Fotó videó, egy napba besűrítjük. Ötleteink vannak. És mik azok, amikre odafigyeljünk egy fotós választásánál is? Szeretnénk találkozni a rendezvényszervezőnkkel is. Lánybúcsú. De az... Elviszünk titeket a lánybúcsúra. Na, szóval legény és a lánybúcsú. Találkozunk a ceremónia mesterekkel, ugyanis kettő lesz nálunk. Jaj, hát a legfontosabbat kihagyta. A legfontosabbat kihagyta. A beauty nap, amikor megcsináljuk a próbasminket, a próbahajat és körmöt. Esküvői körmöt. Hú, de izgalmas ez a téma. Hát ebben csak én fogok szerepelni. Beauty nap, az az a téma. Bőven elég volt. Hát ebből csak meg tudunk vágni. Persze, hát hogy nem. Csak szebb háttér kell. Jobban kell fogalmazni, egy új újra kell venni, új ruha, aminek tök mindegy, nekem. Tök csinos vagy nekem, így, meg mindegy.